Lőrinci fejlődik, ami a kitartó és a közös munka eredménye. Hétfő óta hivatalosan is van egy új önkormányzati képviselője a településnek. Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője is jelen volt a hivatalos eskütételen. Örömteli esemény miatt gyűltünk össze, hiszen egy régi, új képviselő tette le az esküt, Bigin, Petró Lajos, mert Biginként őt jobban ismerik itt Lőrincén. Az elődi képviselő lemondott összeférhetetlenség miatt, neki tényleg sok sikert kívánunk ahhoz, hogy az új munkáin tudja folytatni a munkáját, és a következőként Lajos jött be, Bigin jött be, és ő fogja folytatni ez a tevékenységet. A közös munkára a következő időszakban is szükség lesz, hiszen a testület előtt nagy feladatok állnak. A testület nagyon sok feladat hárul a következő időszakban, hiszen jönnek a úgynevezett szoftos önkormányzati humán erőforrás pályázatok, jönnek az iskola felújítási pályázatok, tehát csupa olyan dolog, amiben aktívan szükséges együttműködni, illetve hát egy ekkora város vezetése is, egy ilyen nagy területen helyezkedő, ilyen nagy mértékű város vezetése is feladatot ró a képviselőtestületre. Ahogy ismerem Vigint, ahogy ismerem Lajost, ő ebbe egész biztos, hogy egy fog állni, és ez egy jó csapat, erős csapat, ami most itt van, nagyon jó velük együtt dolgozni. A képviselő erőt és minden jót kívánt a közös munkához.